Ez a mérkőzés pedig az elvárt színvonalon és szorosságban kezdődött, remélhetőleg így is folytatódik. Igen, hát nehéz elképzelni, hogy megtorpannának. Oda néz. 180! Akkor a 101-dik, 180-as. A negyedik alatta van. Száznyolcvan! Sokáig nem várt Espinal a visszadobással. Nem. Espinalnak volt korábban 9 nyilasa? Azt tudom, hogy Védnek volt több is. Igen, ő neki volt több is. Nathan Espinalnak pedig kettő darab volt. Egyiket sem TV közvetítés alatt dobta. Viszont Védnek volt TV és kettő is, ha jól tudom. Igen, kettő volt és egy streamelt. És én mindig azzal szoktak viccelni, hogy James Wade kapta a legtöbb 9 nyilast. Ugye ezt többen elmondják, amikor játszanak ellenem, utána mindig elmondják, hogy ő mindig képes, tehát fel kell készülni a legjobbra, a legjobb teljesítménnyel ellene. A dupla 10, dobjuk meg, nem dobta meg, kívül van, 130-ról Espinal, nem lehetetlen. Nos, mi baj? Valami megzavarta. Ki kinézett oldalra, lehet megint mászkál ott valaki? Igen. De így is beveri. Az első benne. Tripla 20. Második is benne, dupla 5-re. Ez fölötte van. De gyönyörűen csinálta pedig. Nagyon szép lett volna. Első 50 benne, viszont most a dupla 10. Hát ennyi, 3-3 helyett 4-2 James Wade-nek. Szóval 11-9 nyilast kapott James Wade. Ebből 7-et TV közvetítés alatt, és 2-t streamet közvetítés alatt. Akkor ezek szerint mindig a legjobbat hozza ki a riválisaiból. Igen. Igen, Espinal átlaga is félelmetes, 105-ös. Viszont 6 kiszállóból csak 2 jött be. 33, igen, ez a 10% a kiszállók között az most nagyon James Wade felé mutatja a mérleg nyelvét. 60. A mai formájukat tekintve nem tartom kizártnak, hogy döntőleg lesz ezen a meccsen. Én is azt számolom. Már jött a tripla. 140. Igen, 140. Talán 61-en. Legszirtidebb alkatú dárcozó, legalábbis az élmezőnyben. Igen. Ő még nem szedte magára azt a stabilitást, amit a többi. Igen. Jó. Szóval az a fajta tömeg még nincs meg. Igen. Dupla 18-ra, ott igen, elsőre gyönyörű, benne van. Gyönyörű, 61-ről. Ugye ezt Michael van Gerwennek mondták, akkor amikor ifjú titán volt még, hát ő nem volt mindig ekkora darab, egy ilyen kis kocsaknyalóka volt. 140. És akkor mondták róla az akkori nagyok, hogy rettentő játékos lesz, csak egy kicsit meg kéne híznia. Hát parancsolj. Igen. 97. És most már bejött a klasszikus forma. Igen. Továbbra is egészen kiváló adatokkal lepik meg a szurkolókat. Hát kár, hogy az egyikünknek búcsúzni kell ma. Igen. Korán összejött ugye két rangadó is. Ez, illetve majd a Price Right este. És mindenképpen úgy győztes tavatnak, hiszen nincs már Rob Cross a mezőnyben.
100. Ugye azért is van ez, mert kevés az a túrforduló, amit föl tudtak használni a Európa-bajnokság ranglistájának az összeállításához. Egyébként nem valószínű, hogy ez lett volna a sorrend. 25-re. 127. Dupla 20-ra, két nyíl. Elsőre szép. Benne van. 5-3. Szépen tartja itt a másodikat, abban a kétleges előnyét. Igen, én is úgy érzem, hogy ő szorítja a gyeplőt. Ezt minél a kullog utána. 96 a kezdés. Szinte azonos az átlaguk. 101 fölötti kiszállózás is nagyjából 50-50 szó szerint, mert védnek 10-ből 5, az 50%. 180! A második Espinalnak. Igen, 2-2 az állás 180 tekintetében. 100. Ötvennyolca, 167-re, Nathan Espinal. Még egy tripla kell. Úgy van, és akkor 161-en van James Wade. Megvan a tripla 57. 20. Az is benne van. Oj! Többen felszisztentek erre. Igen. 161-ről Wade, megoldható, nem, itt már nem. Nem fogja megoldani. Azt mondja, egy napra egy 161 elég. Igen, ne kényeztessük el a nézőket, de azért a bull jön, amit egyébként... Kellett volna dobnia a harmadikra. Az... Ó, dupla 16 a szimpla helyett. Még jó lehet. Még mindig. Kívül van, és az is kívül van. Igen. Hiba. A 161 után 71-ről véd, az már könnyebbnek tűnik. Tripla 17. 54 maradt. És dupla 20. És nem. Alatta! Nem, ő is hibázik. Espinal megint nekiáll a dupla 18, dupla 8-nak. Igen, dupla 8-nak, és elsőre meg is van. Mire kimondtuk, megtalálta. Na nézzük, hogy milyen válasza lesz erre Wade-nek. Most ugye ő kezd. 2018-as Európa-bajnok, akkor egyébként Simon Whitlockkal meccselt a döntőben, és nyert 11-8-ra. Akkor egy viszonylag szerény 91,4-es átlag is elég volt a sikerhez. Akkor különben Dortmundban rendezték az Európa-bajnokságot. Ugye, Michael van Gerwen és Phil Taylor a rekorder, 4-4 elsőséggel, 1-1 nyert, Wade, Rapkross, Whitlock és Eddie Louise. Két darab egyes is. No. Ott maradt az Indigo, mi tripla egyen. Kicsit mágnesként vonzák a nyilakat ezek a 83. szektorok. Raffináltam, van megálmodva ez a kis lepény, ugye, a darts tábla? Igen. Igazán nem, nincsen arra, nem találtak még rá logikát, hogy miért így van összerakva. A legenda szerint egy kocsmáros állította így össze a számokat azért, hogy minél nehezebb legyen nagy számot dobni. Logikusnak tűnik. Az igaz, hogy a tábla bal oldala nagyobb számértékű? Őszinte leszek, még soha nem néztem, ezt, soha ezt nem hallottam. Számoltam. Na, majd egyszer összeadjátok. Igen. Én azzal szoktam példálozni, hogyha valaki alacsony gyerek játszik, és azt mondja, hogy hát én nem tud feldobni a 20-asig. Na!
Dupla út nincs meg. Nincs meg. 120-szor lehetett volna. Megvárjuk még akkor az 56-ost. 16 dupla 20. Fölé. Még egy. Benne igen. A harmadikra. 6-4 védnek. 6-4-en vonulnak el. Csak annyit enged mindig Espinálnak, hogy egy kicsit közelebb jöjjön a rivális. De megint kétleg a különbség. És akkor most tartunk egy rövid szünetet. 6-4 az állás, tehát James Wade vezet Espinel ellen. És akkor, hogy visszajövünk, ott már el fog dőlni, hogy kijut a legjobb 8 közé.